Na, fia, ilyen is van. Üdvözlök mindenkit egy újabb videóban, amiben elkértem Klemitől a telefonját, és azt fogjuk modifikálni egy kicsit. Nyugodjatok meg, belémentő oh, is a dologba. Belément a dologba. Bólogas. Bólogas! Belément a dologba, semmi probléma. Ide adta tiszta szívesen ezt a telefont, meg az enyémet le fogjuk festeni. Nem? Dehogy is nem. Dehogy. Na jó, igazából viccet félretéve, Klemi tényleg belément ebbe az egész dologba. Én festem meg a Klemi telefonját, és Klemi festi meg az én telefonomat. Az első dolog, amit csinálnunk kell a telefonokkal, az nem más, mint amit már Klemi elkezdett. Körbe kell ragasztani, hogy sehova máshova ne fújjon be festék. Az enyém egy logikus. Pigmat, és a Klemié az pedig egy ilyen. Nagyon szép. Ezt a videó ötletet egy külföldi videóstól láttam, egy amerikai videóstól. Mondjuk ez valamilyen nem lepett meg, de azért ez nem egy olyan jó ötlet szerintem. Amint egy alapból sem. Egy olyan videósnak, aki mondjuk kaja customizálja ezeket a dolgokat, meg tényleg lefesti, így nagyon faszán, az úgy okés, de hát ez nem lesz túl jó. Nagyon megtetszett. Hát igen. Amit ő csinál, az egy kicsit lehet, hogy igényesebb lesz. For this one, we're gonna put a banana on it. So it's a banana phone. Én végeztem a telefonnak a leragasztásával, meg vagyok. Hát... De legalább mondta, hogy mástól vett az ötletet. Nem mint hogyha itt ez lenne ezzel a videóval a legnagyobb probléma. Azt merem garantálni, hogy ha otthon a házba kezdtek festegetni, akkor a szülők nagyon mérgesek lesznek rátok. Hát rám biztos, hogy nem amúgy. Örülök, hogy feltételezed azt, hogy mindenki gyermek, aki néz téged. Alapvetően feltételezed azt, hogy mindenki gyermek, aki néz téged. És utána itt van egy ilyen, hogy 18 plusz, és akkor mehet utána a kibaszott gambling. Konkrétan, hogyha izéhet, hogy festeg akkor a szülők mérgesek lesznek, és oda nyomod a gyerekek pofájába a gamblinget, gici. Idióta! Úristen! Mivel hogy ezeknek a festékspréknek így... Majd a végén ti fogjátok pontozni ezeket a telefonokat, hogy melyikünké sikerült jobban, amelyiket én csináltam, vagy amelyiket Klemi. Már most írjátok le kommentbe, hogy szerintetek kié lesz jobb. Elég. Mi a f***? Húszon csak! De még mielőtt tovább haladnánk a videóval, azelőtt hadd köszönjem meg a Vavadának, hogy támogatta. A Vavadának! Wow! Az összes online kaszinót elfogadja. Amúgy tényleg már háromféle kaszinót hirdetett amúgy, meg ilyen cségúsokat is, meg minden. Én amondó vagyok, hogy ez az ember, akinek bármi jönne az e-mailjébe, azt elfogadná és nyomná. A Henry Kettner is ezt csinálta, csak ő mondjuk üdítőkkel, mert ő minden üdítőt elfogadott. De akkor az úgy nem hiszem, hogy annyira autentikus lenne, tudod? Hogyha már hirdetsz egy kaszinót, akkor már egy kaszinót hirdess, bazd meg. Legalább akkor egy kaszinóval szerződjél le, de akkor ne gyerekeknek csináld a kontentet, bazd meg. Amúgy még lehet, hogy a pornót is bereklámozná nekik, vagy nem tudom, vágod, nem értem. Lehet, hogy az lesz a következő, hogy Klemi csinál egy OnlyFans-t, hogy a faszom se tudja, érted? Ez hol tartunk, komolyan mondom. Kell a pénz. Dehogy kell a pénz. Meg tudnál csinálni máshogy is, csak neki nem azért lett sok feliratkozója, mert őt annyira szeretik az emberek, vagy valami, hanem csak azért, mert benne volt az Alexnak a videóiban, és feliratkoztak rá az emberek, meg ugye az Alexnak a húgával jár, és... Ja, és az Alexnak egyik legjobb barátja. Ami szintén egy elég furcsa fordulat szerintem, de... Ő dolguk. Ez nagyon sok feliratkozó, nagyon sok embert elér, konkrétan szinte csak gyerekeket, és mégis ilyen dolgokat hirdet, pedig amúgy, hogyha lenne egy kis esze, akkor tudna jó kontentet csinálni szerintem ő is, csak egy kicsit gondolkodni kéne rajta, meg ezeket, hogy milyen szponzorokat fogadjunk el. De ő bármit elfogadna tényleg. Amúgy lehet írok neki, hogy reklámozza a videóimat, mennyire csinálná meg vajon. Vennétek a Vavadát, ez egy szerencsejáték oldal, amit csak szigorúan plusz 18 évesek használhatnak, és ezt is inkább akkor, ha feltöltötök pénzt, az nem fáj, hogyha elvesztitek. Most jelenleg az oldalon van egy nyereményjáték, ahol egy gamercit lehet nyerni, és nincs már... Gamercit lehet nyerni, azért az elég kemény. ...dolgotok, csak játszani, és pontokat gyűjteni. Az oldalon vannak virtuális... A Vavadán az a sok ember, aki játszik minden nap, egy darab autót sorsolnak ki azok közül, és biztos, azt a kurva, hát ez nagyon megéri. És meg élő játékok is. És hogyha szeretnél... Vagy több autót is kisorsolnak, várj meg. Az fiel, hármat lehet nyerni, három autót kisorsolnak. Hű. És hogyha szeretnétek a karácsonyi játékon részt venni, akkor ott a linkem a leírásba. Emellett a promókódom sem maradhat el, ami nem más, mint a... Lidl, a Fortnite item shopban. Ezt akartam mondani az előző tuti. Írjátok be, mert kettő hetente resetelődik. Mint a Good, amivel kaptok 50 ingyenes pörgetést. Good, ez a promónk, hogy egy Good. És a Pilots 2 játékot. Amúgy meg a szerencsejáték nem profitáló. Nem most. Na tényleg? Damn bro. Csak neked. Mivel promózod és fizetnek. Én nem csinálnám ezt. Ez nagyon gáz.
ez kibaszott gáz. Arra teszi az életét konkrétan most, hogy a gyerekeknek gyártja a tartalmat, és csinálja ezt az infantilis tartalmat. Konkrétan itt az elején mondta, hogy gyerekek, otthon ne sprézzétek szét a lakást, mert úristen, jaj, mérges lesz. És akkor itt meg plusz 18, és akkor megy a gambling. Hát gratulálok, bazd meg. Azt a pénzt jársz el, amit nem fáj elveszíteni. Hát minden pénzt fáj elveszíteni amúgy, tényleg. De hát van olyan, aki úgy van vele, hogy úristen, már olyan gazdag, hogy nem fáj neki, most érted, mire gondolok. Alapból ezek az emberek tudják ezt mondani, mert nekik kajak nem fáj. Őnekik az van a fejükben, hogy a legtöbb ember az simán megteheti azt, hogy egy heti 5000 forintot eljátszon kaszinón, csak azért, hogy nem tudom, ezzel így földobja magát, vagy a faszom se tudja. Nem tudom, azért szerintem sok ember nem engedheti ezt meg magának, to be honest. Amúgy nem animation. Szerintem nem. Most ezzel tudunk vitázni, hogyha elhagyok 5 forintot, az nem fáj. Azért, mert az az 5 forint, az én szememben nem ért olyan sokat, mert annál azért szerencsére több pénzem van. De most, aki 30-szor gazdagabb nálad, annak lehet, hogy érted, nem fog fájni már egy nagyobb mennyiség se. Én így gondolom. De jó, attól függetlenül a legtöbb embernek valószínűleg fájna az a mennyiség, amit ők mondjuk azt mondják, hogy ők simán felraknának. Na, elődnek ilyen lett. Hát ez eléggé... Nem tudom, hogy ezt így zsebre raknának, akkor mi történne. Attól függ, hogyan veszíted el, de például, ha nekem kiesik a zsebemből akár csak 5 forint is elgurul, az fáj. Nyilván most nem azt mondom, hogy emiatt fogok siránkozni, de azt sem mondom, hogy leszorom feleslegesen pénzt elbukni, szerintem minden mennyiségben fáj valamennyire. Nem tudom. Lehetséges, nem tudom. Most így nem tudom elképzelni magamat, hogy mondjuk legurul a lefolyóba egy 5 forintos a zsebemből. Lehet, hogy úgy lennék vele, hogy bazd meg, tudod, így az a pillanat, amikor így leesik, akkor úgy lennék vele, hogy bassza meg, és még nyúlnék, lehet, hogy utána, hogy valami elesett, de rátnám, hogy egy 5 forintos, és te nem mennék tovább. Ez egy mentalitás kérdés, amúgy tényleg. Konkrétan a dizájnt is lemásolták abból a videóból. Tele vannak kreativitáson amúgy, nem hogy kerestek volna valamit és lerajzolják azt. Tehát tényleg még akár AI-jal is. Úristen, Jézusom! Hát ráment a kamerára egy pöppet. Csinálták volna egy tokra is, de akkor nem lett volna annyi értelem a videónak, de valószínűleg ugyanúgy megnézték volna. Konkrétan ez lett volna a címe, hogy iPhone-t festettünk és kifestették volna a tokot. Semmi értelme nem lett volna. Klemi csinálta ezt. Úristen, azt tudod miért baj? Hát akkor az a kamera az izé, hát nagyon ráment, azt le kell kaparni onnan, barát. De nem baj, bazzek, hát lehet, hogy úgyis, ijaj, összeálltak a szálak, megvan chat, hát itt van, hát a promókód, meg a slots, meg minden, jön belőle a cash, és megveszi a legújabb iPhone-t. Ez az régit, meg lehet, hogy kidobja, vagy vágod, tök mindegy. Ma fáj a torkom, sok beszélést, bazzek. Most nem vagyok hozzászokva a streamelés az annyira. Meghalok. Kajak. Jó éjszakát. Puszta, puszika, csá. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád, a ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.